A női viselet gazdagságát jól szemlélteti a bujáki menyasszony viselete. Öltöztetjük a bujáki menyasszont. Bujákon így néz ki egy menyasszon, mint ahogy most Katit fölöltöztetjük. Először is csizma kell a menyasszonnak mindenképpen a lábára. Csizma nélkül menyasszon nem lehet. Akkor fölöltöztetjük fehér harisnyába, csipkés bugyiker rája. És akkor most a féling van rajta, majd ezt még meg kell igazítani, hogy szépen álljon. A félinget azért veszük legelsőnek föl, mert ezt be kell kötni a félinget, a szoknya tetején van, ez nem lehet. És itt van a far, ami tartja a szoknyát, azért, hogy gömbölyű is legyen, meg a szoknyak ne csúszkáljanak, ne csúszonak meg, itt ez szépen tartja. Valamikor nem hordtak csipkés bugyit, valamikor bugyi nélkül voltak a régiek, mert bugyit ezt csak 45 után tudom legalábbis. Na most ezek a kemény szoknyák, ezeket veszi föl Kati. Hányat veszel föl? 7 szoknyát vesz föl ilyet. Ezeket így kikeményítjük azért, meg kékítve, mink nagyon kékítünk. Kékre kékítjük, hogy az olyan, mint a porcelán. Azért, hogy ilyen szép fehér kéket mutasson, mintha a porcelán lenne. Egy menyasszonnak a ruháját egy évig legalább várni kell, meg keményíteni, meg rancolni, meg méretezni, szabni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon aprólékos munka. Bujákon nem hímeztünk, mink nekünk hímzésünk nincsen, de olyan aprólékos munkával vannak a ruhák megcsinálva, hogy a hímzéssel vetekszik. És mink mindent rancolunk, még a rancosat is rancoljuk. Na mostan a kemény szoknyára ilyen puha szoknyát teszünk, ez még apróbra van rancolva, mint a másikok, a nagyok. Ez nincsen annyira kikékítve, de ez is kékítve van. És ennek is az alján forha mentli van, azért, hogy ebben van díszítve, ez az egyszerű fehér. Meg is lehet számolni, hogy hány van rajta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ez lesz a 8. a legfelső. Adjuk rá a puszrikot. Puszrikot ráadjuk, a fehér szalszor szépet. Sútával van díszítve, mink mindig ilyen cikcakot teszünk minden pruszlikra, bujákon az a jellegzetes, arról lehet megismerni a bujáki pruszlikokat, hogy ez a cikcak mindig rajta van, meg itten be van szegve harasztval. Megkötjük a pantlikáját, mert még nem szallagnak, mondtuk este, ez pantlika. Ezt lekötözzük így, ide van lekötve, azért, hogy ne csúszson föl neki. No mostan ezt a csipkéskendőt, ugye, ezt fölkötötték azért, hogy pruszlikba, a templomba nem mehetett így el valamikor, most már elmennek, de valamikor nem mehetett. Vagy ilyen csipkéskendőt kötött, vagy rojtos kendőt, nagy rojtos kendőt, ugyanilyen nagyot, de rojtosba, cifrába. No most Esztert így föltesszük neki, és akkor a mellét is leszorítva eltakarta ez a csipkéskendő, hogy ne látszódjon ki az alakja. Fodor. Ebbe megy bele a sok pantlika, farán lesz a sok rózsás pantlika, és ebbe a fodorba megy bele, ebbe rakjuk bele így. A kendő ez itt alatta lesz. Párjával vannak. Jó van, megkötve úgy? Minden fodorban. A menyasszon ruha az mindig fehér volt. Ez a menyasszon, vagyis a fehér ruha nekünk az a tisztaságnak a jelképe. Mink a színeket is megkülönböztetjük azért, hogy na most ez lesz a kecele. Ez is ugyanolyan anyagból. Olyan bú van, mint a szoknya. Ez a menyasszony koszorúja, amikor a menyasszony fölültözött menyasszony ruhába, ezt tették föl, de nem csak akkor, hanem ezt föltehette bármikor is a templomba. De mikor menyasszony volt, annyiból volt a különbség, hogy alatta volt rozmarin koszorú, amire megkülönböztette azt, hogy most van menyasszony. Nem kell fölemelni, rá kell kötni a hajára.
ezt így, kell, így kellett rákötni a hajára, még nagyon is megcsavarni, hogy le ne csúszson neki, hajára kellett rákötni a koszorút itt hátul. Na most megkötjük a koszorúnak a hátulján a pantlikát. Ezt így kell megkötni valahogy, kötni valahogy szépen a menyasszont pantlikáját. Ez a mennyasszony, így van megkötve a pantlikája, a koszorú. Nehogy valaki hibát tanáljon belül, benne, nézzük meg, hogy nincs-e még valami hiba, még mit kell igazítani rajta. Nehogy megszóljak. Így néz ki a bujáki mennyasszony.